November 15-én vette kezdetét a 17. kerületben Budapest leghosszabb ételosztási akciója. Rákosmente önkormányzata a Rákosmenti Adományházzal, valamint a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. Ezen időszak alatt minden pénteken meleg ételt biztosít a hátrányos helyzetű családok, a fedél nélküliek és az egyedül élő kisjövedelmű nyugdíjasok számára. Az adagok átadásában ezúttal dr. Füzesi Péter alpolgármester segédkezett, és mint elmondta, a városvezetés esztendőről esztendőre kiáll a karitatív jellegű kezdeményezés mellett. Rákosmente önkormányzata mindig igyekszik segíteni a kerületi családoknak, lakosoknak, legyen szó bármilyen témáról, és ez is egy ilyen kezdeményezés, ahol még vannak szükségben lévők, akiknek nagyon jól jön, hogyha kapnak melegételt, és mi is, amikor ezt a kezdeményezést meghallottuk, egyből mellé álltunk, hiszen ezzel is tudunk segíteni a lakosságnak. Hál' Istennek a számok csökkennek, de még mindig van, aki szívesen idejön és fogadja a melegételt, ezért teljes mellszélességgel támogatjuk ezt a kezdeményezést. Ezen a pénteken bakonyi ragúval várták a rászorulókat, akik étkezési jegy felmutatásának ellenében vehették át az adományokat. Ez az ételosztás 2012-ben indult, tehát ez most már a 13. ilyen szezonunk. Önkormányzati támogatásból, költségvetési támogatásból, a képviselők adományaiból, az egyházak és civil szervezetek hozzájárulásával tudjuk ezt a nem kevés összeget előteremteni. Alkalmanként 250 adag meleg ételt tudunk felszolgálni, ebben az évben 16 alkalmat tervezünk, amennyiben esetleg az időjárás úgy hagyja, de reméljük, hogy márciusban azért már jó idő lesz újra, akkor lehet hosszabbítani. Ezt a mai ételosztás pedig az önkormányzati támogatásból dr. Füzesi Péter alpolgármester úr finanszírozta. Szabó Tiborné továbbá hozzátette, a fennmaradó mennyiség sem vész kárba, azt a szervezők a menet közben érkezők között osztják szét, valamint a kerületben található enni adok, enni kapok dobozokban helyezik el.